Sziasztok, csinálvék és elérkezett egy újabb videó, ezúttal megint egy Weekend League lesz, és rögtön bele is vágunk szerintem. Megígértem ugye, hogy a magyar válogatottal fogunk játszani pár meccset. Itt most mutatok pár ellenfelet, hogy kikkel játszottunk. Ezt nem játszottuk végig, mert voltak egyéb dolgaim azon a hétvégén is, kb. 15 meccsen volt. Nem vettem föl mindent. Éppen ezért ezt hanyagoltuk. Láthatjátok, hogy voltak jó eredményeink, rosszak, 1-3. Volt egy másik is. Lőttünk gólokat, és itt van egy 2-3. Valamint egy 0-3. De a legmegalázóbb dolog az most jön. Manuel Neuer. Manuel Neuer gólt fejelt nekem a 90. percben. Ennek ellenére voltak szép jelenetek is, például Simon Christian lőtt nagyon szép gólt. És nem fogom elfelejteni ezt az ígéretemet. Valószínűleg tartom, hogy egyszer mi meg fogom próbálni a magyar válogatottal megnyerni a... Nem megnyerni, hanem játszani a FUT Championsben 40x40-et. Csak azért igen nehéz ez. És hogyha is vagy bomba formában, akkor tényleg nem egyszerű. De itt volt egy 2-1-es győzelem. És 5 meccset játszottam a válogatottal. Ebből az 5-ből 3-at vesztettem el, és 2-t megnyertem. Itt a második meccs, 1-0-ra vezetett az ellenfelünk, de a fiúk felálltak. Először Stieber lőtte a gólt, aztán Gyurcsó lépett ki, és könyörtelenül befejezte a Zitzert. Majd megint Stieber, kipattanó volt, és visszapattanult belőtte simán. Ebben 3-1. És a ráadás perceiben, helyett csak 80 percben, Mervó lépett ki, nagyon fáradt, Mervó a még fáradtabb Coutinhoval, nagyszerűen elviszi mellette, és a lányos a labdának, 4-1, ez volt az utolsó mérkőzésem a magyar válogatottal, és akkor ez egy másik Weekend League volt. Most térjünk rá a mostani Weekend League-re, amiben most játszottam, 2 csapattal voltam, egy Szériával és egy BBVA csapattal. Először játszottam le minden 40 meccsemet, és igazából elég jó volt, vagyis hát érdekes volt. Igyekeztem minél jobban teljesíteni. Így láthatjátok az olasz csapatot, Bonucci későn érkezett, mert előtte Koulibaly volt. Azt majd elmesélem a történetét, nagy részében weekendbe Koulibalyval játszottam. De amúgy ez egy nem rossz csapat, Reina nekem nem tetszett, de mintha nem volt pénzem Handanovicra, ezért ezt itt hanyagoltam. Édert meg meglátjátok majd, hogy teljesített nálam. Szerintem egy pofás kis csapat volt. Valamint itt van még a BBVA csapat is. Ez egy nagyon erős csapat. Hiába bárki azt mondja, hogy Kolodziej csak nem jó, nagyon-nagyon jól teljesített nálam. Ez egy ilyen összerakottabb csapat, mint a másik. Griezmann nagyon sokszor hős volt. Gamero ez a támadó középpályás posztban nagyon jól játszik. Poszton nagyon jól játszik, és hát igazából erre úgy nem tudok mit mondani. Nagyon jól játszottak. És akkor rögtön az első ellenfél, egy BPL csapat, nagyon-nagyon sok BPL csapat volt most itt az egész Weekend League alatt. Főleg ez a Bayern-Smalling páros az, aki nagyon-nagyon sokat játszott ellenünk. És a 19. percben Griezmann szerezte meg a vezetés nekünk egy gyönyörű passz után, majd Gamero még az első félidőben megduplázta az előnyünket, 27. perc 2-0, de az ellenfelünk a második félidőben elkezdett zárkózni, és egy picit szerencsés góllal, ugyan, de befejezte a támadást, 56. percben Özil volt eredményes. Utána Vardy passzol Eriksenhez, a cserekét beállt Eriksenhez, aki a 84. percben megszerezte az egyenlítést, de Carrasco valahogy be tudta tuszkolni ezt a labdát. A hosszabbításban már 2-3 ide, megnyertük az első mérkőzésünket. Szerintem kifejezetten jól játszottunk, annak ellenére, hogy több lövése volt ellenfélnek, de sokat lőtt távolról. Majd jött az első mérkőzésük a Serie A csapattal, szintén Premier League. Staric tekeri rá a 37. percben az első lövést, de erre még volt válasz. Insigne lépett meg a jobb oldalon, átkerült most a jobb oldalra, és egy bepasszból Éder fejezte be. Még Begovic bele tudott érni, épp hogy becsorgott.
Láthatjátok, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok gólom lesz így Éderrel, meg igazából Griezmannnal is, de a dráma a 89. percbe jött, amikor Stylish meglépett, és nem léptünk ki blokkolni, ezért 2-1-re megvert minket, pedig szerintem itt is jól játszottunk, de hát most ezt tudtuk ebből a meccsből kihozni. Következő mérkőzés, a BBVA csapattal játszunk, Casemiro és Gameiro játszott össze, aminek a végén Gameiro fejezte be tökéletesen az akciót. Aztán mi labdát vesztünk a 16-osunk előtt, és Sturridge megint bevágja. Sajnos Sturridge ellen sokat játszottunk, és eldöntöttem, hogy lesz majd egyszer egy Sturridge-om. Ugyanakkor, ha van Griezmannom, az se lehet azért egy rossz dolog. Épp itt most éppen megint ő fejezte be a támadást. És mehetett a hotline blink, majd Gameiro indította meg Carrascót, Carrasco kilép, és tökéletesen tekeri el a kapus mellett. 3-1-re vezettünk ilyenkor már, de ellenfelünk nem adta fel. 58. percben Koscielnyihez oda kerül, kipattan Oblakról, és Martial fejezi be az üres kapura helyzetet. Jön fel ellenfelünk, de nem volt sok esélye igazából, mert az 59. percben Griezmann Williams játéka után Williams lőtte be a labdát a hálóba. És a végén még a 70. percben egy szerencsésebb gól, Smalling visszafutva bepördíti a saját kapujába. 5-2 és ebben eldőlt a mérkőzés. Igazából innen már nem volt túl sok esélye. 3 meccsből 2 győzelemmel és 1 verességgel kezdtünk. A BBVA csapatnak nagyon sokáig megvolt ez a jó sorozat, legalábbis jól játszottak. Az olasz csapattal se játszottam rosszul, szerintem. És itt jön a Serie A csapat következő ellenfele, BPL, megint csak nem Musza, Bellerin és a társai. De megint mi kezdjük jobban ezt a mérkőzést, a 10. perc Cuadrado lép ki, és mint mondottam, nagyon sok gólt láthattok Édertől. Éder itt most megint középen állt és bepasszolta csak az üres kapuba. Aztán Insigne lép ki, Insigne beadja, és megint Éder, most lefejelt éppen Williams-et, 2-0-ra megyünk. Aztán itt a második fél időben a forduló pont. Pereira lépett ki, 51. percben egybeadás, és Mané megelőzte Reinát. Majd a következő támadásnál a 65. percben Aubameyangot is becserélte, bepasszolt a Pereirának, aki meg bepasszolt az üres kapuba. Aztán nagyon egyet hibáztam a hosszabbításban, Reinával kiadtam Aubameyangnak, és a 95. percben megszerezte a vezetést, és sajnos Debelt is. Nagyon felidegesített ez a mérkőzés, mert megérdemeltem volna itt is egy győzelmet, de hát nem ez lett. Majd a következő mérkőzésen egy ilyen hibridszerű csapattal találkoztunk. Volt itt minden francia válogatott, Bundesliga, BPL, de a lényegen nem változtat. 26. percben Antoine Griezmann góljával megszereztük a vezetést, amire 70. percben ellenfelének válasza volt. Egy gyönyörű csicsárító gól, tényleg szépen kijátszotta. De a 86. percben jött a Schlusspoén, Gameiro labdájából Griezmann lépett ki, és elgurított gyönyörűen Mandanda mellett. Ezzel meg is van a 2-1-es győzelem, újabb BBVA siker. És reménykedtem igazából, hogy most már a Serie A csapatnak is összejön a siker. Mert ha ezt így össze tudtuk volna hangolni, hogy sok BBVA siker, kevés Serie A siker, nagyon-nagyon jó eredményt tudtunk volna elérni. Hát meglátjátok majd, hogy hogy lesz a folytatásban. Itt is van a következő ellenfele a Serie A csapatomnak. Megint egy Premier League csapat, Winston Riddell, Inform Winston Riddell, SBC Chadlival és SBC Sterlinggel. Láthatjátok, hogy megint mi szereztünk meg a vezetést a 34. percben Alan, de az 51. percben Sturridge kiegyenlít és Debel. Majd gyorsított felvételben láthatjátok a 11-eseket, Insigne belőtte. Következő David Villa volt ellenfelünktől, aki csereként állt be, nagyon-nagyon simán lőtte be. Ide előttem a következő, de sajnos mellé ment. Philippe Luiz éppen Reina kezébe gurította, Cuadrado kivételövését Butlent. Aztán Jensen lövését meg én védtem ki, nem nagyon lőttük jól a 11-eseket eddig ezen a mérkőzésen. Megint fogtuk, de Sturridge lövését is kifogtuk, aztán jött pedig Alan, aki középre belőtte, majd Martial, aki szintén simán belőtte, Medel lövését kivédte Butland,
És jött Sterling, aki elküldte rossz irányba Reynald, szóval az első 11-es párbajt a Weekend League-be elvesztettük, megint vesztett a szériál csapatunk. Így három győzelemen volt a BBVA-nak és három veresége a szériál csapatnak. Következő mérkőzésén francia csapat ellen játszottunk, kiegészülve Alderweireld-el. 2-re kikaptam, nem játszottam itt már valami jól, ez már egy új nap volt, vagyis nem az előző folytatása, ezért nem nyertem sajnos Griezmannnal. Majd volt még egy mérkőzésem, ahol 2-0-re kikaptam, itt Serie A csapattal voltam megint. Szóval itt a elején egy picit hullámvölgybe kerültem. Aztán jött egy következő BPL csapat, szintén átlagos, Smalling, Bailly, Klein, szokásos védelem. Iñaki Williams bepasszolja, és Carrasco pedig az üres kapuba juttatja a labdát. Majd Gameiro, Griezmann összjáték után, Griezmann tekeri fel a felső sarokba a labdát. Így 57. percbe eltett viszont tőlük a szépítés. Lukaku volt az, aki befejezte ezt a támadást. Majd a 67. percben Eriksen csavarta középre a labdát, egy kis kavarodás. És Klein szerezte meg az egyenlítést ellenfelünktől. Rashford már a hosszabbításban volt. Bailly persze pont Lukaku elé pattod, aki az üres kapuba befejezi. De amit az élet elvett tőlünk, azt vissza is adja. Gameiro lövése után kipattan a labda Begovicsra, és Griezmann érkezik. Szóval ebben nem volt gond, 99. perc. Majd a 120-ba Bailly fejezte be az akciót, és így elvesztettük ezt a mérkőzést. Nagyon csalódott voltam, itt három vereségem volt zsinórba. Jöhetett az újabb megmérkőztetés. Egy, azt kihitte volna a BPL csapat ellen. Itt megint a BBVA csapatomat vettem elő, és láthattatok egy nagyon furcsa öngolt, ott itt srácok összevesztek a labdám. Aztán már nem furcsa, hanem inkább szép gól. Griezmann passzolt be Gameironak, és így Gameiro megszerezte a második gólunkat, majd Griezmann érkezett, és Griezmann is kitett magáért, megszerezte a harmadik gólunkat, saját magának az elsőt, megint mehetett a hotline bling, természetesen ez mindig mehetett, ellenfelé mondjuk elkezdett följönni, 57. percben Yaya Touré elő pattant oda a labda, és be is fejezte az akciót, 72. percben viszont Griezmann minden lényegi kérdést lezárt, gyönyörű szóló után bepasszolt a Casemirónak, aki befejezte természetesen az ajtóablak zicsert. Ellenfelül még mindig nem adta fel, 77. percben Yaya Touré szépített, majd a 89-ben Musza állította be a végeredményt, 3-4 lett a vége, visszatértünk a győzelem útjára végre. Már igazából ránk fért, mert szükségünk volt a győzelmekre, tényleg sokat akartam ezen a Weekend League-en elérni. És látod, a következő ellenfelünket, ki hitte volna egy BPL csapat egy kis Bundesligával. És a szériál csapatunkkal játszottunk ellenük. Éder, csak hogy bebizonyítsa, nem csak ilyen üres kapus gólokat tud szerezni, a 79. percben lőtt egy gyönyörű gólt, majd a 90-ben egy üres kapusat. Nagyon-nagyon hatékony volt, nagyon sok gólt lőtt, ugyebár rá volt hárítva ez a feladat, és örültem neki, hogy ilyen gólerős csatár találtam, olcsó, mert 650 coinba kerül. Szóval szerintem egy kifejezetten jó opció bármit. Következőre már egy Serie A csapattal találkoztam, végre nem pedig egy Premier League-gel, a BBVA csapatommal mentem ellenük, és nagyon-nagyon jól játszott ez a srác, habár a vezetéséhez segítség kellett, 61. percben 1-0 vezetett Nian goljával, én meg rögtön egyenlítettem a 74. percben, tényleg ez volt az első komolyabb helyzetem, szóval szerencsém volt, és kihúztam hosszabbításig, ahol is egy kis szöglet variáció után Griezmann adja be, és Carrasco befelé ugye kapuba, hogy Perry még beleér, ellenfelünk ezt viszont nem bírt elviselni, connection has been lost azonnal a gól után. Magyarán rage quit. Meg volt a második győzelmünk zsinórban, és megyünk tovább. Következő mérkőzésen megint Premier League csapat ellen játszunk. Musa, Volkot, Mané, kevesebb tempó, és sajnos 0-3-ra simán kikaptam hazai pályán. Nem volt túl sok lövésem. De itt már úton voltunk a Silver felé. Következő mérkőzés. Most megint a BBVA csapattal játszottunk egy Premier League csapat ellen. Griezmann a 4. percben megszerezte simán a vezetést, majd a 16. percben Williams is gólt lőtt. És ellenfelünk azt mondta, hogy neki itt ennyi elég lesz.
inkább próbál más ellen nyerni. Majd jött egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzés, egy nagyon vicces jelenettel. Mindjárt meglátjátok, Serie A csapat, nagyon erős Serie A csapat, az én BBVA csapatom ellen. A 8. percben Griezmann lépett ki. Nem volt a legjobb a befejezés, Buffonon megpattant, de így is bement szerencsére. Szóval panaszkodni nem panaszkodhatok. Egy kijátszott akció után Insigne egyenlített az ellenfélnél. Ami után jött a következő támadás, Casemiro passzát, Griezmann fejezte be Buffon mellett. Majd jött ez. Nos igen, túl sokszor nyomtam meg sajnos a passz gombot, így simán fejezte be a támadást a Oblak az ellenfelünknek, nem örültem neki. Nagyon így ültem pár percig, hogy most ezt miért kellett és miért csináltam ezt. Közben láthatjátok a 11-eseket, hogy ellenfelem 11-esét azért nagyjából megéreztem. Mondjuk én is elég sokat hibáztam. És így meglett a vezetés, ő egyet lőtt be, én pedig kettőt. Nagyon ilyen volt, ilyenek voltak a 11-es párban, hogy nem volt túl sok gól. De ebben meg volt a Silver 3. Majd jött egy újabb BPL csapat, Rashford, Musa, szokásos, gyors páros, védelemben is Zuma és Matip ott volt, és lenulláztak engem. 0-1-re megvertek egy nagyon unalmas mérkőzésen. És következő mérkőzésen itt a BBVA csapattal játszottam megint egy, és most egy spanyol csapat, de itt is egy nagyon unalmas mérkőzésen 1-0-ra megvert engem a srác. A lövések száma senkit ne tévessze meg, borzasztó unalmas meccs volt ez a kettő egymás után. Majd jött egy Serie A csapat, ami egy ilyen picit változatos volt már legalább, mert nem BPL volt és volt Filipe Andersona, és Gamero a 70. percben meg is szerzi nekünk a vezetést, amire a 78. percben rögtön jön Bakától a válasz, de a hosszabbításban Éder beadására Williams érkezik, és a 101. percben megszerzi a vezetés nekünk, valamint a győzelmet is. Éder beállt itt cseleként, és így gólpasszt adott, elég jól játszott az egész Weekend League során. Következő ellenfelünk egy francia csapat volt, ami nagyon-nagyon erős volt, Griezmannnal, Payet-val 3-3-ig vittük, majd a 90. percben visszapattant Griezmannhoz párszor, és megszerezte a vezetést a csapatának. Nagyon ideges voltam itt, és nem láttam értelmét, hogy belevágom a meccs többi részét, mikor ez volt a lényegi momentum a meccsben. Kikaptunk sajnos, pedig küzdöttünk becsülettel. Majd a következő mérkőzésen természetesen a BPL csapat kiegészülve kettő darab BBVA-s játékossal, Varannal és Tremulinasszal. Ellenük is BBVA csapattal játszottam. Kettőre megvertek, küzdöttem azért becsülettel. Következő mérkőzés, ki hitte volna, hogy nem egy BPL csapat. Ott volt középen Smalling, Schlupp, meg ilyenek voltak itt. Ez picit változatosabb volt. Carrasco szerezte meg a vezetést nekünk, 1-0-ra vezettünk. Majd megint Carrasco szabadrugásból, hogy ellenfelünk kiárt a sorfalból, hogy kiállt a kapu elől, úgy egyszerű dolgunk volt. Butland kiöklözött labdát Isco felé ütötte, és Isco ezt be is fejezte. Majd Carrasco szerezte meg a 90. percben a Mester 3-ast. 0-4-est simán nyertünk. És így megint győztünk végre hosszú idő után. Picit hullázó, rapszódikus volt a teljesítményem. Megint egy BPL csapat, szokásos, ott van Smalling, Kanté, barátaim, és egy Éder lefejelt labdát Alan lőtt be a 68. percbe, és ez is volt az egyetlen gól a mérkőzésen. Végre a Serie A csapattal is sikerült újra nyernünk, ez viszont tényleg régen volt már nagyon, és rájuk fért a srácokra. Újabb BPL csapat, megint csak Bejerén, Bayi, többiek. Ellenfelünk 1-0-ra vezetett a 19. percben, majd a 40. percben újra növelte ezt az előnyét Wayne Rooney-val, amikor aztán viszont jött egy kis szerencse, és Gamero lövése megpattant Smallingon, így bekerült a kapuba az 57. percben. Itt még reménykedtem, hogy hát ha van valami keresni valom, aztán Rooney gyorsan eldöntötte, hogy nincsen, de még egy 11-es bevágtam Gamero-val,
a 64. percben, így 3-2-re kikaptam ellenfelünk csapatától, aki jobban játszott szerintem, mint én, 11 győzelemnél voltunk. Jött a következő mérkőzés, 5 védős rendszer, fúj, de nem szerettem. Ez is olyan meccs volt, amit inkább felejtenénk kell, 3-1-re kikaptunk. Nagyon idegesítő volt. És ez volt az utolsó mérkőzésem 2016-ban, ezután csak 2017-es mérkőzések jönnek. A 2017-es év nagyon jól kezdődött, egy ilyen érdekes csapat ellen léptünk pályára Alex Hunterrel. És Barrow passzolta be, Raynek kijutott egész diszkóig. 8. percben 0-1 az ellenfelünknek. Ezt a 17. percben már is operáltunk belőle. Egy kiugratás után Eder passzírozta be a labdát. Majd a másik félidőben megint Eder a 71. percben. Nagyon sokat kellett azon dolgozni, hogy fel tudjam törni a védelmét. De aztán 86. percben már abszolút megadta magát, Eder bökala a labdának. Át a kapus felett, Mester 3-as, 3-1. De itt még nem volt vége az Eder show-nak, Quadrado lepasszolja. Védő már nem éri utal, és bebőrözi a kapus, Bravo-t. 4-1 lett a végeredmény. Eder nagyon jól játszott, eldöntötte a mérkőzést. Ő jelente itt a differenciát között a két csapat között, de látható, hogy megérdemelt volt, szerintem abszolút ez a győzelem. Következő mérkőzésem. Egy érdekes hibride játszottunk, végre valami jobb csapat, és láthatátok, hogy volt Team of the Group Stage Juliánója. Na, ő szerezte meg a vezetést a 83. percben. Majd egy érdekes gól, 85. perc, Juanfran ellép, Bejerén tisztázni akar, de a saját hálójába vágja a labdát. És még annyit elmondanék, hogy volt pár stadion, ami bebagolt, és nem működött a hálója, szóval hiába ért hálót a labda, egyszer meg sem mozdult. Például most láthatjátok, Griezmannnal ellépünk, kapufa, és hiába pattam be, a háló meg sem mozdul. Ellenfelünk cserélt, a 112. percben pedig Royce megszerezte az egyenlítést, így jöhetek a 11-es párbajok, amit rögtön védtük az első lövését, az első lövésemet ő is védte, védtük Royce lövését is, itt pedig Jorginho kapufát lőtt. Jorginho csereként állt be, láthatátok, Mkhitaryan lövésén nem mozdul egyszerűen meg a háló, és igazából, ja, 8 lövés után egy ment be, igen, rosszul lőttük a büntetőt, itt Jaját úgy kapufára lőtte, Williams pedig kapufáról befelé lőtte, Fellaini belőtte simán, Casemiro is elhelyezte a kapus mellett, Van Aanholt mellé lőtte, és így Gajának volt esélye, hogy eldöntse a mérkőzést. El is döntötte. Nagyon rosszul rúgtuk a büntetőket, de jó, izgalmas büntető párbaj volt, és ezt meg is nyertük. Következő mérkőzésen Serie A csapattal találkoztunk, Inform Immobile. És láthatjátok, hogy a 89. percben ez a mentés mentett meg minket hosszabbításra. Ezt muszáj voltam belevágni, mert akkora mentés volt Mánolásztól, hogy ezt utána még nézegettem jó pár percig. Tényleg írtózatosan nagy mentés volt, és nagyon kellett az igazából tőle. Majd a csereken beállt Griezmann három ember között, elmegy és bebőrözi Hartot a 117. percben. Itt új év napján minden összejött egyszerűen. Itt 3-ból 3-nál voltunk eddig, ugyebár következő mérkőzésen BPL csapat megint. 0-0-es mérkőzés, 11-esek, lássuk, hogy mik történtek. Első simán bevágta. Azt mondja, hogy a csereként beállt Eder, ő is nagyon simán helyezte el. Oblak fogta a következő 11-est, Insigne lövését viszont nem tudták fogni. Sztálics belőtte simán sajnos. Aztán Alan pányánkázta be. Marcia előtte, ellépte mondan, szóval simán belőtte. Griezmann bal oldalra helyezte el a labdát. Vardy belőtte, szóval mindent eldöntő 11-es Williamson volt, aki simán bevágta, így hibázás nélkül 5-4-re megnyertük a büntető párbajt. Kaptunk érte 596 coint, és mentünk tovább a következő mérkőzésre, ahol megint egy BPL csapat volt, és itt a Serie A csapatommal játszottunk. A 200. meccsen pályára lévő Quadrado gyönyörűen kilép, és még gyönyörűbben alányanyes a labdának, 34. percben 0-1 ide, aztán viszont az 50. percben Musza szépít egy szólógólból, majd a 65. percben Gökhan Töre gyönyörűen helyezi el Pepe Reina mellett a labdát a sarokba, de nem adtuk fel. 87. perc,
Alan szépít, 2-2 lett az a állás ezzel, de még mindig nem volt vége, 90 pluszba Alan de Cuadrado bepasszát értékesítette, 3-2-re nyertünk, itt egyszerűen tényleg minden összejött, amit akartam, az mindenbe vált, és ez volt az ötödik győzelmünk. Most pedig jön a következő mérkőzés, BPL csapat, nem kell szerintem részletezni, Kanté, Yaya Touré, többiek, és Gamero fejezte be a 65. percben az első lehetőséget, majd Williams 86. percben egy nyersés után befejezi a saját lehetőségét, 2-0, megvan a 6. győzelem zsinórba, egy győzelem hiányzik a Gold 3-hoz, és még nagyon-nagyon sok meccsen volt, de itt azonban valahogyan megtört a csapat. A következő mérkőzése már egyből ki is kapnunk ettől a hibrid alakulattól, a Serie A csapattal, 2-0-ra. Itt azt hittem, hogy ez csak egy ilyen kis pillanatnyi megingás lesz, de hát sajnos nem. Serie A csapat, Informinsigne, Nian, Cuadrado, meg ilyenek, és mutatom, hogy milyen gólokat kaptam itt. Itt ebben az időszakban ezek a gólok voltak a jellemzők. Szerintem picit elbíztam magam amúgy a 6 győzelem után. Ellenfelem 2-0-re nyert például olyan góllal, amit mutattam az előbb. És ez az elbízás, ez nem tett jót nekünk. Második vereségünk volt Zsinórba, Premier League csapat. 3-0-ra kikaptunk. Harmadik vereségünk volt Zsinórba. És... már kezdtem picit frusztrált lenni, hogy itt vagyok a weekendi közelében, meg legyen a Gold 2 vagy Gold 1, nem tudom. Éppen ami elértünk volna erre, nagyon-nagyon sok feleség bejön egy húzamba. És itt van egy mérkőzés, ahol egy nagyon sokkal gyengébb játékos nem tudtam megverni. Tényleg passzokban lehetett látni, egy gólt lőtt. A lövéseket ne nézzétek, mert az utolsó 10 percben már csak távolról lövöldözött. És nem tudtam egyszer megverni, majd láthattam végre egy izét. Egy monthly reward kártyát, ott volt Hector bal oldalon. Nagyon jól játszott az ellenfél, megérdemelte azt a monthly rewardot. 2-re simán megvert. Aztán idejből megcsináltam egy squad building challenge-et, mert már annyira ideges voltam. És esett belőle egy Bonucci, beraktam egyből a Serie A csapatomba, pont ők jöttek. És jött a következő mérkőzés, ahol viszont Reina Martial elé ütötte a labdát. Ugyanakkor mi egyenlítettünk egy gyönyörűen kijátszott akcióval, Insigne, Jorginho, Cuadrado, majd a kapu volt a labda útja, és így egy-egy lett az állás. Kavarodás után Jorginho elé pattan, aki bepasszolja az üres kapuba, 64. percben, de a 86. percben még Lukaku kilépett, és megszerezte ellenfelünknek az egyenlítést. Jöhetek a 11-esek a mindent eldöntő mérkőzésen. Griezmann nagyon higgadtan bepanyánkázta, ellenfelünk pedig belőtte ellentétes irányba. Majd Renato Sanchez jött, Renato Sanchez lövését se értem el. Williams-el hibáztam, jött Martial. Martial is hibázott, Reina gyönyörűen fogta a lövését. Itt megint egy Panenka, most nem vált be. Ugyanakkor ellenfelünket is meg tudtam zavarni. De megint mi is hibáztunk. Itt most 6 lövésből egy sem ment be. Amikor is aztán Gary Medel belőtte a saját maga büntetőjét, ugyanakkor Nemanja Matic is. Mario Rui belőtte a büntetőt, és Luke Shaw büntetőjét kivédtem. Ezzel meg is van az, hogy megvan nekünk a következő Weekend League. Gold 3-ba vagyunk így már, de még volt jó pár meccsünk, és miután mondta, hogy 40-40-et lejátszottunk, még voltak történések, de szerintem megérdemeltük ezt a mérkőzést. Ez a 5 meccses vereségi sorozat, ez nagyon felidegesített, és tényleg lenyugodtam, visszatértem, és sikerült ezt a meccset lejátszani, megnyerni. A következő meccsen Serie A csapat ellen 2-re kikaptam a BBVA csapatommal. Majd megint vissza a Serie A csapathoz, megint vissza a Premier League-hez. Egy egészen újdonság volt ez. Ahol is Vardy lépett ki a 20. percben, és nagy szerencsével nálam maradt, pedig már majdnem szereltük, és így 1-0-ra vezet az ellenfelünk. Jött az egyenlítés, Williams passzából Griezmann gyönyörűen feltekerte a felső sarokba. Ez igazából majdnem mindig így volt, hogy felső sarokba tekerés, ez majdnem mindig gól lett. 11-es párbaj, első bement, ellenfelünk első kettő nem. Aztán Insigne előtte, 2-0. Sterling, aztán jött Griezmann, 3-1 lett,
és Oblak kivette a következő 11-est, így 3-1-re megnyertük a mérkőzést. Kiegyenlített volt amúgy, szóval megérdemelt volt az, hogy 11-eseket játszottunk. És jött a szériá csapatomnak a két nagy meccse, Cuadrado passzából Éder, főleg Édernek inkább a nagy meccse, majd aztán Medel passzából megint Éder, 0-2. És a következőre itt is egy Alan passzból jött Éder, és befejezte az akciót. Mester 3-as 37 percen belül, gyönyörű játék volt igazából az egész meccsen. Éder pedig nagyon elkapta a fonalat így a végére, és debeltem, belefért most már nekem is. De a struszpén, amitől ellenfélem kilépett, az az volt, hogy itt Mário Rui-val véletlenül pánikgombszerűen megnyomtam a négyzetet, és kapott egy piros lapot. 11-es volt, ember hátrányban voltam, még le is játszhatta volna ellenfelünk, ha Reina nem védi ki a 11-esét. De mivel kivédte a 11-est, ezért ellenfelünk azt mondta, hogy neki elég volt, feladja, még így se tud gólt szerezni, 0-3-nál kirédzselt. És egy meccsünk volt hátra, 39-nél jártunk, 20 győzelem, 19 vereség. Ebből ki lehet számolni, hogy már csak egy győzelem hiányzott ahhoz, hogy meglegyen nekünk a Gold 2, valamint nekem a Monthly Rewardból a Silver, mert ez volt a második Weekend League-em a hónapban, ugye decemberben. Majd oda számolták, és látható, hogy Éder ezt a meccset is nagyon-nagyon egyszerűen lerendezte. 27. percben már ellenfelünk ki is rage-elt. Éder duplázott, két meccsen 5 gólt lőtt. Nagyon jól játszott, de úgy az egész szériál csapat is a végére nagyon egybefort és megtetszettek nekem. És hát igen, igazából ez lett volna az utolsó. Itt van, hogy elértem a következő szintet, a Gold 2-t. Először végeztem ilyen magasabb szinten, mint ilyen magas szinten, mert eddig a Gold 3 volt a legjobban. És bevallom őszintén, szeretnék rámenni legközelebb a Gold egyre is már, mert 2 darab 100k-s pak az azért nem annyira rossz dolog. És hát nagyjából ennyi lett volna igazából ez a videó, remélem tetszett mindenkinek. Hogyha tetszett, dobjatok egy lájkot, hogyha nem, dobjatok egy diszlájkot. Írjátok le a komment szekcióba, hogy miért tetszett, vagy éppen miért nem tetszett nektek ez a videó. És következő Weekend League-ről is valószínűleg videó lesz, valamint a pakkokat azért nem nyitom ki, mert jövő héten Toti, és szerintem mind kitaláltátok, hogy mi lesz így a pakkok sorsa, amit így is látni fogtok, hogy mi lesz velük. Na sziasztok!